Weiblingenben egy ökumenikus centrumban él egymás mellett a katolikus és az evangélikus közösség. A két felekezet nincsen haragban, nem riválisai egymásnak. Illetve ez nem jó szó, mert egy egészséges rivalizálás azért akad közöttük. Ha valamelyik gyülekezeti napot rendez, a másik igyekszik a következő hetekben szintén hasonló alkalommal előrukkolni. Ha létrejön az egyik helyen egy babamama kör, idősek klubja, van egy jól működő, aktív foglalkozás, a másik felekezet is igyekszik valami hasonló csoportot alakítani. Egy félköréves centrumban van a két templom. Az egyik negyedben katolikus miséket, a másik negyedben evangélikus istentiszteleteket tartanak vasárnaponként. Egy-egy nagyobb gyülekezeti alkalomkor átengedik a másik számára a szükséges termeket, felszereléseket. Mázlink volt. Pont akkor értünk az épülethez, amikor az evangélikus templom gondnokának is dolga akartott, így belülről is megtekinthettük a termeket. A gondok hamar megbarátkoztunk, és egy érdekes élettörténet tárult a szemünk elé. Egy olyan népsorsa, amely éveken át menekülése volt kényszerítve. András Fiver családja ugyanis a keleti tengerpartján élt a 19. század végéig. Az első világháború alatt aztán nagyapja német katonaként harcolt, de az oroszok elfogták és hadifogolyként Szibériába vitték. A szintén elfogott családot aztán Ukrajnába telepítették. Később a nagyapát hazaengedték, de nem sokáig élt, az átélt szenvedések erősen megviselték őt. A család azonban nem maradhatott Ukrajnában. Német anyanyelvűek voltak, ezért Fibers szüleit áttelepítették Kazaksztánba. Ő már ott született és ott is nőtt fel. Családjában mindvégig németül beszéltek egymás között, csak az iskolában volt az orosz a kötelező. De saját bevallása szerint mindig inkább a német volt az anyanyelve. Az embernek az az anyanyelve, ahogyan álmodik és imádkozik. Én németül teszem ezt. Balja. Amikor 1991 végén a Szovjetunió hivatalos felbomlását bejelentették, András Fiver és családja útrakeltek. Fiatal volt, és semmiképpen nem akart Kazaksztánban maradni. Németországban jött, Stuttgartban telepedett le. Ma már megszokta a környezetet, és úgy tartja, hogy jól döntött akkor. Kazaksztánban nem tudnám elképzelni az életemet, bár sokszor megkérdezik a kiejtésem és a nevem miatt, hogy hová való vagyok, én magamat német embernek tartom, aki a történelem viharai miatt más kultúrában volt kénytelen felnőni.